a kárpátaljai alakulat gárdistájé, a Nemzeti Gárda Nemzeti Akadémiája tanárainak irányításával gyakorolták az automata és álványra szerelhető páncéltörő gránátvető kezelését. A katonák a fegyverek összes jellemzőit elsajátították. Volt, aki most ismerkedett meg a fegyverrel, és voltak olyanok is, akik már alkalmazták a teljes körű invázió során. A foglalkozások igazán hasznosak voltak. A az oktató mindent érthető nyelven magyarázott el. Volt olyan is, akinek korábban semmi köze nem volt a gránátvetőkhöz, de ezeknek az óráknak köszönhetően mindent megértett, legalábbis a fegyver alapjait megtanulta. Egy évvel ezelőtt már részt vettem ilyen képzésen, az oktató pedig segített visszaemlékezni mindazokra a dolgokra, amelyeket egy év alatt esetleg elfelejtettem. Először az elmélet, aztán a gyakorlat. A katonáknak gyorsan fel kellett állítaniuk fegyvereiket, és fel kellett készülniük a lövöldözésre. Ez nem felsőfokú matematika, meg lehet tanulni, csak akarni kell. Nincsenek bonyolult képletek, minden nagyon egyszerű, elsajátítható. A helyes használat érdekében ismerni kell az elméleti és a gyakorlati részt, vagyis kézzel kell dolgozni, a gyakorlat a sikerhez vezető út. Ezek a gránátvetők jól beváltak a harcok során. Sok kellemetlenséget tudnak okozni az ellenségnek, ha az ukrán gárdisták kezében vannak. Páncéltörő fegyverként törmelékgránátot alkalmazva, a személyzet ellen is bevethető. A fegyver törmelékgránáttal 4,5 kilométer hatótávolságú, tehát elvileg szinte tüzérségi eszköz, így hazánkban nagyon elterjedt fegyver, sokféle van belőle, alkalmazása nagyon aktuális. A foglalkozások a katonák számára hasznosak voltak, a tanárok elmondása szerint pedig könnyű volt a gárdistákkal dolgozni, mert érződött rajtuk, hogy motiváltak és érdeklődőek.